Arra kérünk minden magyar állampolgárt, aki a nyárra utazást tervez, hogy az utazása előkészítése során és az utazás során is minden eddiginél nagyobb óvatossággal és körültekintéssel járjanak el. Mindenkitől azt kérjük, hogy az utazás előtt szánjanak rá 15-20 percet, és tájékozódjanak a konzuliszolgálat.kormány.hu oldalon, ahol van egy rovat, amit úgy neveznek, hogy utazási tanácsok. Ebben a rovatban országonkénti bontásban megtalálhatók a szükséges információk. És ráadásul az országonkénti bontásnál minden országnak a besorolása is megtalálható. És az a kérésünk, hogy az utazásról szóló döntésnél az adott ország besorolását vegyék komolyan figyelembe. A biztonságos országok nincsenek besorolva, tehát ha egy ország nincsen besorolva, az biztonságosnak minősül a jelenlegi keretek között. A besorolt országok két kategóriát képeznek. Az első kategóriába besorolt országokba egyáltalán nem javasoljuk az utazást. A kettes kategóriába besorolt országok esetében pedig a beutazást fokozott kockázatúnak kell minősíteni. Ezeknek a besorolásoknak az alapját vagy háborús, vagy polgárháborús körülmények, vagy terrorfenyegetettség reális szintje, vagy valamilyen rendkívüli egészségügyi körülmény, mint ahogy járvány veszély indokolja. Tehát azt szeretném kérni, hogy ezen besorolásokat mindenki vegye komolyan, ezek nem hasraütésszerűen kerülnek megállapításra, és arra is figyeljenek az utazók, hogy adott országon belül is bizonyos régiók besorolása eltérhet egymástól.